Hello? Esküszöm, olyan érzésem volt, hogy valamit baromira elfelejtek, aztán rájöttem, hogy jelenetet váltani. Már majdnem elkezdtem beszélni, hogy hello, szia mindenkinek, és aztán rájöttem, hogy még az intro oldalon vagyok. Na szóval, hello, hello mindenkinek, nagyon kellemes szerda estét, a legjobbakat kívánom. Üdvít a mai streambeszi a Timi, Nixi, Veldur, Wolf, Laca, Killer, Hammer Time, Gemirgo, KB Junior, Wolf Lacát már mondtam, de még egyszer, Kiyoshi, és mindenkinek. Üdv, és üdv. Szép napot mindenkinek. Én ezzel a habzóteával köszöntölek titeket, üdv mindenkinek. Ma egy olyan nap van, hogy sok mindent sikerült lezárni és a végére érni, úgyhogy úgy döntöttem, hogy egy ilyen habzóteával köszöntöm ezt a dolgot, és ezt így, most így megérdemlem, kész. Szia csak kis Muffin, neked is hello, hello. Úgyhogy ja, tényleg a szörnyű hírekre való tekintettel töltök vodkát. Így van, iszogassál nyugodtan, ha azt kívánod. Nagyon fontos kérdésem van hozzátok, nem tudom mennyien vagyunk itt, de mindenkihez egyesével szól a kérdés. Te letöltötted már a Diablót? Nem kapok pénzt ezért, de letöltötted már amúgy a Diablót? Tehát, hogy ingyen van. Nem. Nix, itt megvárjuk, még letölti a Diablót a telefonjára. Jó, nagyon jó. Na most én Wolf Laca... Hát kész. Itt. 3000 ember előtt kell csalódnom, konkrétan. Hát, na jó. Hát kész. Te bannolod, én megvárom. Nem bannolunk senkit, megvárjuk, még letölti. Nem, amúgy tényleg én is letöltöttem, majd letöröltem, mert kiírta, hogy szeretne még letölteni valamit, ami 9 giga, és a telefonomon nincsen ennyi hely, úgyhogy... Vizet iszik és bort prédikál, vagy hogy van ez? Vizet prédikál és bort iszik, az. Belekavarodtam egy kicsit, lehet, hogy többet kéne innem. Na mindegy. Lehet, hogy ez az időjárás változás, majd minden itt egy kicsit megcsappantotta a szervezetet, de minden oké. Okay. Ja, hogy telúra ingyenes. Mindenhova ingyenes, Wolf Laca. Mindenhova. Tehát a kapu telefonodtól kezdve a számítógépeden át mindenhova ingyenesen letöltheted a játékot. Van egy rossz hírem, a konzol tulajdonosoknak oda nem jelenik meg a játék, úgyhogy ez van. Most mondjam azt, hogy soha semmilyen formában nem diablóztam. Nixi, ne tetézd. Jó, tehát már így is 6 sörnél jársz. Viccelek. Elég kettő is. Na, bevallom, azt se tudom, mi az. A Diablo Immortal? Don't you have phones? Na, tényleg nyugodjuk meg a streamert, valaki fegyelmezze, mert teljesen idióta. Azzal, hogy lement egy csomó stressz rólam, és ilyenkor nagyon-nagyon hülye vagyok. Úgyhogy elnézést kérek ezúton is mindenkitől, főleg magamtól. Képzeljétek el, hogy reggel arra ébredtem, hogy valami irgalmatlan vihar van. Tehát nem tudom, hogy kinél volt még máshol vihar, de itt olyan szintű eső zúdult lefelé, én nem tudom, miből öntötték, de szerintem nem Dézsából, hanem valami teljesen más cuccból jött ki a cucc, és tehát a vihar hangjára ébredtem föl, mondom, haló? Hát ilyen még soha nem volt, legalábbis mióta itt lakok, úgyhogy... A vihar mondjon le, én meg annak lendületével, ahogy felébredtem, fordultam, mert azt mondom, ja jó, akkor csak esik, akkor alszok tovább. Úgyhogy ez volt. Olyan vihar volt, hogy rááztam, aztán kellett 3 óra még megszáradt a farmerem. Jesus Mother of God. Hát ez mondjuk nem jó, hogyha így leiszod magad, tehát hogy ennyire ne így áll. Mármint, hogy Mai nap Elden Ringezni fogunk, nagyon szép estét kívánok mindenkinek, ugyanis... Ez a játék egy végtelen tartalommal rendelkező játék, és mi megnézzük a végtelen tartalmat. Ne aggódjatok, mert ugye a következő olyan játék, ami remélhetőleg nagyon-nagyon végtelen tartalommal fog rendelkezni, és szeretnénk vele játszani, az karácsony környékén jön, úgyhogy addigra végigjátszom az Elden Ringet, jó? Tehát, hogy ezt itt, és most azt mondom, hogy megígérem,
karácsonyig végzünk, jó? Sőt, amúgy talán szeptemberig is végzünk. Szeptemberre tippelek egy játékot, hogy érkezik, talán addig végzünk. Úgyhogy, ja. De így van, Veldorf, ő tudja, a Hogwarts-et várjuk karácsonykor. További visszakötések előző streamben elhangzottakhoz. Ezúton is bocsánat, hogy tegnap olyan nagyon durván megölt a játék, tehát nem egy egyszerű. Tehát, hogy egy külön kategóriába sorolhandó néhány játék, amik nagyon cukinak néznek ki, de a legnagyobb range game-ek ever. Tehát, hogy ebben a Tunic azért erősen az első ötben benne van. Úgyhogy, egy picit durva volt a tegnapi, ezúton is excuse me. Illetve a tegnapi stream elején elhangzott, hogy a mai nappal meg fog jelenni, és meg is jelent az új LEGO set. Megnéztem, hogy milyen a rohadt életbe. Ennyit tudok mondani, meg amikor megláttam az árcéduláját is, akkor is annyit tudtam mondani, hogy wow, lesz LEGO stream. Hát Wolf Laca, ez egész pontosan megmondom neked, hogy 149 000 magyar forint kérdése, hogy lesz-e ilyen. Egyelőre úgy néz ki, hogy nem. Ennek a... És akkor ugye, hogy a Grand Tour-ba szokták mondani, hogy and on that terrible disappointment, it is time to end. Vagy legalábbis ennek a szekciónak. Nagyon szép estét kívánok még egyszer mindenkinek. Pergetjük tovább ezt az epikus videójátékot, amit Elden Ringnek hívnak. Innentől kezdve már állítólag írja királygyűjtést. Na jó, azért ez pofátlan lenne, nem? Figyú, megvernék egy Legót. Gyűjtsünk rá? Amúgy nyilván, hogyha meglenne ez a LEGO, azt így streambe raknánk ki egy fenékkel. Az mondjuk egy egész nap. Tehát, hogy zárójeles információ, az összeszerelési könyvecskéje 820 oldal nagyságrendileg. 820 oldal. 820 oldal. Tehát, hogy finoman szólva 24 órás stream lenne durván. Ja, hát a srác, akit nézem, egy magyar youtuber, aki LEGO összerakásokkal foglalkozik, ő azt hiszem valami 15 óra alatt rakta össze. Na, ő nem streamelte, hanem csak fölvette videóra, tehát hogy... Ouch, valószínűleg, hogy az nem egy fenékes kéne lenni, tehát, hogy inkább kettő, de hát egyelőre még ne álmodozzunk erről, hanem foglalkozzunk azzal, ami ma estére a dolgunk, méghozzá ezzel a csodálatos videójátékkal. Említettem itt egy fél mondattal, hogy hát innentől kezdve már csak fel kell ülnünk a hullámra, és becsörgedeznünk valószínűleg a játék vége felé. Persze ez egy némi túlzás a részemről, de a múltkori streamben ezen a területen lévő boss-t, hát aláztuk, nem aláztuk, de megöltük, tehát hogy kapta halt. Úgyhogy állítólag azt mondják, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz boss, hát mi is megküzdöttünk vele több órán keresztül, hát de én nyertem. És nekem csak egyszer kell nyerni, amíg ő többször nyerhet, tehát hogy ez a különlegessége van ennek a szituációnak. Úgyhogy, hát itt ezt letudtuk, mondjuk ki, hogy ennek itt vége itt annyi, innentől kezdve már nem tudom, hogy mi van, elmondom, hogy mi van, visszamegyünk a tabléhoz, és annak rendje és módja szerint itt ránézünk arra, hogy az ő rezonanciálásos Rembrandtszáért mit ad a néni. Az újjazó néni. Aki köztudott, hogy itt van. Melyik bosszok élnek még? Ó, csaszit. Olyat kérdezel, amire én nem tudok választ. Azért még van bőven. Nem tudom, mennyire all boss run-t akarunk csinálni, hogy... Visszatértél! Mi az? Hát figyelj ide, elmondom, hogy mi az. Receive equipment of champions. Na figyelj oda!
figyelj oda, kapaszkodjál meg a melletted ülő combjába, ott, ott azért itt ilyen maléniás cuccok vannak, csak mondom. Hát azért azt csak be kéne újítani így. Hát hogy úgy mégiscsak mutatóban meglegyen így a készleten. Azt az mi az az? Ja, az meg a veteránnak, a nagy izé csávónak, aki megidézte a... Na várjál, mennyit kell összegyűjtenem? Mert azt hiszem 480 ezeret kaptunk ugye azért, hogy megöltük a... A jányt. Hívjuk úgy, hogy a jányt. Radan veteránben Melini, ez ott van a gauntlet. Nagyon jó. A keze 12 ezer, 24 ezer. De megy egy kicsit drága. Az 44 ezer. Az anyád szemét nem adja olcsón a cuccán. Oké, okay, illetve nézzük azt. És itt van a lényeg. Itt van a lényeg, gyerekek. Meg tudjuk kapni az ő kardját. Az ő kardja állítólag jó. Mondjuk dexterity build-es, igen erősen, de hát ez szintén nem árt, ha megvan a gyűjteménybe, úgyhogy mivel már úgyis az van, hogy már overlevel vagy, meg minden, ezért a tárgyak gyűjtésére megyünk rá, tehát amikor már nagyon sok HP-d meg XP-d van, vagy XP HP-d, szóval nagyon sok XP-d van, akkor tök fölösleges a még több XP. Nyilván nem, de hogy, szóval értitek. Úgyhogy kérem szépen, köszönöm, köszönöm. Megvan a meléniásnak a kardja, nagyon jó. És akkor ezt add ide, mert gyűjtő vagyok és rajongó. Ezt add ide, mert még inkább. A levetett ruháját a meléniának megvásárolom. Nem vannak ilyen oldalak amúgy, akik, amik ezzel foglalkoznak. Nagyon-nagyon sok pénzért ezeket meg lehet tenni. Nincsen 12 ezrem. Na, állj, állj. Nénike. Psz, nénike, maradjál, nyugodjál. Nem kell ennyit az ujjakról beszélgetni. Undorító vagy különben is. Equipment helyett az inventory-t kell megnyitni, és akkor itt, itt el lehet fogyasztani ilyen dolgokat. Ezt a négyet például így behaintom. Azt mondja, nagyobb a füstje, mint a lenge. Szerintem a Melania Blade-nek nem az a lényeg, Vatkender, hogy azt fogjuk használni, csak a gyűjteményben jó. Hogyha megvan. Ennyi a lényege, semmi több. A ruhát se fogom még csak fölvenni se. Nem, megnézzük majd, hogy hogy néz ki, de nem valószínű, hogy a szamurájunk Béla ő átöltözne most emiatt, mert hogy megölte a jányt. Mindeközben kép, hang, hangerő, különben is öljed már, meg hasonló kommentek és visszajelzések a cseten, amit kérnék, addig pedig, hát hogy induljon a buli, felugrok ide az asztalra, és egy picit nem ezzel a gombbal, hanem ezzel a gombbal megnézzük, hogy hogy néz ki ez a set, mert hát mégiscsak megküzdöttünk érte, nem kicsit, hanem nagyon. Ott, adjad ide, úgy. Azt mondja, melléni az armor, yes. Gauntlet és a csizma. Yes. Na most jelezném, hogy amúgy jól néz ki, de lehet, hogy nem a maszkulin karakterünknek a legjobb ez a set. Tehát, hogyha értitek, mire gondolok. Tehát, hogy kicsit furán néz ki, nem? Tehát, kép, hang, minden, oké, okay, köszönöm szépen. Tehát, hogy tök jó, de hogy lehet, hogy női karakteren ez az öltözék, ez a hacuka, ez jobban mutat. Persze természetesen, hogyha valaki ilyet szeretne hordani férfi létére, én abszolút megértem, és nyomjad, meg hajrád. A mi karakterünk ő nem. Ő így visszaöltözik a már jól megszokott szedben, különben is most már annyira belénk ivódott az ő alapszettje, amivel közlekedünk, hogy hát hogy mondjam magának, már rá se ismernétek, ha nem úgy néznénk ki, hogy ez van rajta, nem? Tehát nem tudnátok, hogy mi van. White Reed Gauntlet, igen, és akkor volt még az Land of the Reeds, vagy az másik White Reed, úgy, így, itt van Béla, visszatért, közénk itt van. Nem fura, csak kissé szokatlan. A fürdőköpeny
sincs szára, a füldőköpenynek sincs szára. Hát igen, látod, itt ez ilyen izé. Na, kérdésességességességek. Mi az, amiket elfejtek? Felírtam magamnak egy centrére, hogy mi az, amit mindenféleképpen meg kéne nézni. Azt mondja, első körbe ide akartam még eljönni. Nem ez a gomb, hanem ez a gomb. Hello, hello, igen. Turingolásra jöttem. Yes, őt felturingoljuk kicsit. Kell pénz. Várjál, mert kiveszek a bankból pénzt. Inventory. Adj egy ilyet. 13 ezer. Maradhat? Jó lesz? Azért vagyok itt, igen. Öt még egy? És akkor még egy. Na, még kell pénz. Gyerekek, tanuljátok meg, hogy inkább többet vegyetek le egy körbe. Mert a bankban az ATM-hez járni nem olyan jó buli. Hogy halad a labirintus tisztítás? Mire gondolunk ez alatt? Mire gondolunk ez alatt? Melyik labirintusra? Hát Meréniáig mentünk. Ő ott meghalt. Azt mondta, hogy hát ellenfelére akadt, és dobta az életét. Igen, az Uchigatanát tudnám fejleszteni, de azt nem akarom. Mert majd a izét akarom fejleszteni, a másik nagy kardot, közben csak is muffin. Egy kis legóra, ne viccelj velem, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 100-as csírt, de most komolyan össze akarjuk. Ezt még meghányjuk, vetjük, meg megbeszéljük, gyerekek, ezt a legós történetet. Azt hiszem van nálunk ilyen bell, azt oda kéne adni a jánynak, a boszorkányoknak itt hátul. Azt mondja, hogy Affle Bell, yes, ott van, abban a pillanatban. Fú, már mindent is lehet venni. Hopp, ezt megvásárolom 12 000-ért. Nagyon jó, csak hogy legyen nálunk ilyen cool. Bocsánat, tündérhapci. Na! De köszönöm szépen, csak is muffin a csírt. Kicsit így elhelyezkedek másképpen, mert nem kényelmes. Na, yes! És akkor? Hova is megyünk, ugye? Hát én is ezt kérdezem tőletek. Szerintem jöjjünk ide, mert még azért itt a térképen van egy-két dolog, amit meg kéne csinálni. Például át kéne kelnünk oda, el kéne jönnünk ide, és hasonló ilyen képződmények erre felé. Úgyhogy ideig jutottunk el, ugye itt van az a rendkívül gonosz város, ami azért finoman szólva megmatott minket, és ahonnan lehetett ide át, erre a Helic Tree-re át teleportálni, de itt már végeztünk. Tehát ennek a pályának a vége az az, hogy ugye megöltük Meléniát. Viszont most látom, és jutott ezzel együtt eszembe, lehet, hogy Millicenttel nem ártana beszélgetnünk, ha már megöltük, és vagy hát agresszív véleménycserét folytattunk itt Maléniával, úgyhogy most beszélünk a jánnyal, aki azt mondta, hogy valamilyen szinten ők rokonok állítólag. Hát a kezetek az már stimmel. Igen? Igen. The will that was once her own. Igen. The dignity. The sense of self that allowed her to resist the call of the scarlet rot. Na most, jányom. Van egy kis probléma, a csaj meghalt. There is something I must return. Na most a minden tudók, a chatnek a segítségét kérem. Most mit kell csinálni még? Nem kellett volna meg, vagy a rezisztenciás, vagy Rembrandtot kellene neki odaadni? Tehát nem kellett volna, hát azt beváltottam a kardért. Szilvás buk, tehát mert azt szeretem. Ez nem az a chat volt, Veld úr. Óvatosan, de az, hogy szeretnél üzenetet küldeni, azt ne ide. Másik amrank. Kérdezted, hogy mit kell csinálni. Hát jó van, de hát a videójátékban Millicent történetének befejezéséhez, vagy folytatásához mit kell tennem, erre irányult a kérdés. Te is nagyon jól tudod. Na. Summon Hirx. Ez az. Nagyon jó. Nem mondta, hogy nem ismered a székeny meg a fiát. Én nem találkoztam velük egy ideje. Amíg ezt leírjátok, meg megtudjuk, addig visszamegyünk ide, és kalandozunk ezen a
csodálatos helyen, amit hófödött fedett el. Úgy, lefütyülj, vagy fütyülj hangosabban, ez az. És akkor a bejelölés az a kettes, az az egyes, és akkor én az egyest támadom meg kegyetlenül. Hoppá! Hopp! Jó, itt még le tudok menni. Rossz kutya. Rossz kutya. Bélán keménybe vagy. Mindeközben Mr. Book. Júj. Bocsánat, hát júj, egy 13. hónap. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a szupportációt, és pörögjenek a hype-ok. Köszi. Ha várjál már, itt ilyen tűzijáték van. Csak az a baj, hogy én rám lőne, vagy én nem tudom. Ez. Csöppet kellemetlen. Felé kell menni, akkor nem talál el. Cikzak. Oké, nyugi, intéztem. Áu! Csokis muffin, hát köszönöm szépen az újabb csírt. Köszi. Na várjatok, itt van egy ilyen izé. Itt ez majdnem fagyos lett. Ott van valami. Szia! Hát... egy picit nagy a... Silver Mirror Shield. De figyelj már! Haló? Alszik, mert... ébreszt föl! Ne most ne csírjálj, mert fel fog ébredni! Ez itt egy quest vége. De ez a izé Chaisi, aki a Wolfnak... Wolf-fal volt? I will answer three questions, nothing less, nothing more. Csőhírks, hello! Közben nagyon közel a hype-onat, azt írja itt ki a videójáték. Videójáték? Szóval a chatnek a teteje. Na, teljesen már össze vagyok már minden mosolódva meg kavarodva. Hát, ha föl kell, csak is már köszönöm a csírt. Megnézzük itt, mit írna. Be wary of toxic. Offer fingers and then hold a head. Ha, basz. Na akkor mi a kérdés? A kérdés, hogy Millicenttel nekünk mi a feladatunk, mert ugye megöltük Meléniát, és visszamentem most ide vele beszélni, és azt mondta, hogy továbbra is neki oda kell adni Meléniának valamit. Ezt a részt itt le akartam volna zárni. Azt hittem, hogy azzal, hogy megöljük Meléniát, azzal utána fogunk tudni továbbit haladni, és beszélgetni vele. Ho-ho! Még egy fél pillanat, mielőtt tovább haladunk, amíg megírjátok a dolgot, ide el kell jönnünk, mert van nálunk Death Root. Azt odaadjuk a Chavesnek. Meg kell találni egy sidebosst a Tree-nél. Oh, I see. De várjál már, mint ott a Meléniás résznél. Vagy... odaadunk kettőt. Tessék! More. It is all consumed. Mindet megette. Still, I am not sated. Not nearly sated. Marika! Is this Marika! What it is to sin? Will things never be the same? Ezt ismerem, ezt a dalszöveget, várjál. Szerintem nem ugyanarra gondolt. Igen, a Helitree-nél. My thanks for thy long labor. Akkor ezzel, ez most azt jelenti, hogy az összes létező Death Root-ot megtaláltuk és odaadtuk neki? In this land. Henceforth, mine appetite shall be my sole companion. Farewell. Hopp! Kaptunk tőle egy Ancient Dragon Smithing Stone-t.
valamint a Gurang's Best Beast Cloth. Hell yeah! Szia, Ati! Hello, hello! Oké. Egy csocsi! Oké, ez megvan. Igen, megvan az összes zsír. Jó, akkor viszont várj, állj, mindenki nyugodjon meg. Ide visszatértünk. Egyrészt itt nem tudom, hogy akkor azzal az óriás akárkivel mit kell csinálni. A jelölés onnan leszedhető. Igen. Igen. Itt van a... amit térdre kéne kényszeríteni. Majd még látjuk egymást, igen. Szóval, hogy akkor itt kéne nekem valahol még valakit megtalálni ezen a területen? Hát erről nem volt szó, gyerekek. Ide vissza kell mennem a bűzbe. Hát most várja, melyik te... Most gondolkozom, hogy hol lehet még olyan hely, ahol nem voltunk. Helictree Root. Oké. Okay. Ez probléma. Na jó, addig ide visszajövünk. Ezt meg kéne találnunk egy poszt. Aja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 j
Na jó, hát ezt itt most nem fogom tudni így kezelni, várjatok. Pipiri, pipiri, pipipiri, pipi. Jó, hát ezt itt most nem látom. Oké, jó. Térdre kéne kényszerítenünk ezt a mauzóleumot. If we can, ugye. Most hova tűnt? Itt van, megvan, hello. Csendben kell oda menni, akkor nem vesz észre. Aha. Ő... Én feltámad, feltámad, segítség. Béla, jól vagy? Béla? Oké, jól van, jól van. Halló? Én nem látom azokat a cuccokat, amiket le kéne ütni. Aha. It's a little bit of problem, my friends, yes? Jöjj közénk, légy miénk. Azt addig nem mi az? Smithing stop. Jaj, ouch. De hát ez fáj nekem, kérem, kérem hagyja abba. Jó, itt valami turpisság van. Ez olyan, mint a PUBG-ba a bombázásos piros terület. El kell hinni, hogy nem talál el, és akkor nem talál el. Hopp! Azt bevijem, és süveves! Na most lehet, hogy eltalált. Jó, Bélánk már iszik, az jót jelent. Persze, te szemét! Jó, itt azt mondja, van egy ilyen gumó. Jó. Ott van még egy gumó, kapta. Van egy ilyen nagy gumó a falon. Mit írt? Erre, mert gyorsan elnyomtam véletlen. Item ahead. Oké. Okay. Micsoda szadomazó maszkod van. Ó, oh, hát, na, hát. Ez ilyen izé apostoli. Cucs csak. Golden. Hű, de hogy, hogyan lehetséges, hogy ide bekosarazott? Hát ez egy Kobe Bryant, gyerekek. Kapta. Jó, itt. Térkép. Valahol itt amúgy kéne lenni egy bossnak. Vagy lehet, hogy maga a boss. Ehe, néhej.
várjatok, mert itt lövöldözés és szituáció van. Már megint. Boss kell, itt vagyok. Jó, jó. Hello? De már itt már visszatérünk a izé, a gonosz városhoz. Elképesztő agresszióval dolgozik a videójáték. Ott van valaki. Na csokoládé! Én téged kereslek vajon? Nem biztos. De azért beszélgessünk. Fúj! A rothadást köpködi ki. Várj, várj, állj, nyugi. Szurka piszka. Megrugás. Mondom, halál. Úgy. Na viszontlátás, hello. Ó, megkaptuk a kis felszerelését neki. Oké. Okay. Na jövök nem soká. Csővel durv. Cső. Jó, ez a város, ez nekem nem kell, az egy büdös város. Jaj, itt még, ezen a részen még amúgy nem nagyon járkáltuk. Ott például van egy ilyen, mondjátok már mi az, egy barlang. Oda menjünk el. Gyors volt? Hát... Nem bírt velem. Közben Máté, nagyon szépen köszönöm a követést, üdvít, egy picit megcsúsztam ezzel, de köszi. Na most ez hanyas jelölés lett? Egyes, igaz? Yes. Na várjál, mert semmit nem látni az ég egyet a világon. Hello, szia, szervusz! Az az egyes jelölés. Neked is hello. Ojaj, uraim, jó napot! Önök itt így? Informatíve lehet tudni, mit szeretnének? Jaj, hát itt nagyon-nagyon nagy veszélyek vannak. Kicsit nem figyelsz, nagyot esel. Hát de nem látni a vég... Új. Hello! Fia, én találkoztam a tesóddal. Nagyon csúnya vége lett itt az előm. Megütött? Nem egyszer. Ja. Szerintetek szívére vette, hogy a tesóját megöltük az előm? Szerintem igen. Hát kaptuk a bant tőle, itt a nagy kalapáccsal. Júj. Megbosszulta a tesóját. Hát igen. Csöppet kellemetlen. Na akkor ezt újra tárgyaljuk itt ezeket a dolgokat. Nokkos vagyok, nem kicsit, de legalább nagyon. Na figyelj ide, haverom. Megmutatom ezt neked. Nem kell itt az ilyen undorító köpölteket csinálni. Ne aggódj, van még. Térdre. Úgy, ahogy mondod. Na az ő mocskos kis ruháját is elvittük. Szerintem visszajött a túlvilágról visszaadni a szívességet. Aha. Milyen kedves. Jó. Na, szóval ott tartottunk, hogy nem tudom merre kell menni itt a hatalmas hóvihar közepette. De valahogy csak le lehet jutni, hát egyszer már sikerül. És legyek bátor, arigátor, vagy itt így egy ilyen elképesztő rákerüléssel.
Az a baj, hogy fölfelé megyek, nem lefelé. Csitúj! Nem kell itt lövöldözni, jó? Jó, most nem tudom megnézni a térképet. Hát hello! Tell me who are you? Én nem tudlak megütni. Meghalt. Elpusztult. Ne várjál itt, mármint azt, valami sziklát látnék ott. Bevállalom. Mehet. Térkép. Jó. Jó. Hű! Na várjál, mert itt valami tor. Itt a tor. De van a Jane-féle izé villámszórós történet van? Énekszó. Hello fiúk! Juhjúj! Au! Nagyon nem szép dolog ilyeneket csinálni élőadásban, te személy! Ő ott nagyon 4-20-ban van. Megzavartam a koncertet? Elnézést, de nekem a Martin Garrixre van jegyem. Na csocsi! Egy charm. Stalwart Horn Charm. Nagyon charmos vagyok, érted? Jaj, nem, nem jó. Nem, bocsánat. Elmentem a fodrászhoz, már is csármosnak érzem magam. Már vigyázz, robban! Pedig milyen szép ének volt. Hát, ne haragudj, ne haragudj. A hülyeség az. Na, várjál, várjál, mert arra felé mi van, ugye? Hát ilyen villámos, gömbös történet az van. Scarab. Hát, a Scarabeusokkal nem kívánok foglalkozni. Viszont még tovább arra felé kéne mennem, hogy a barlangászati barlangászatot megtaláljam. Aha. It's a problem, man. It's a problem. Erre kell menni. Én tudom. Nem, nem tudom. Tévedtem. Ja, Istenem! Fejezd be! Hé, ló! Hogy? Hogy? Jövök! Loot? Erre kell menni. Hát mondom nektek, hogy erre kell menni. Hát mondtam, hogy tudom. Tudtam, csak nem sejtettem. Jó, jelölés off. Oké, bemegyünk és ott lesz... Grácse. Enix Tunnel. Lift le. Várjál, kapcsolom a pilácsot. Úgy. Szia Benui, hello, hello. Jaj, itt remek boss van. Ó, igazán. Nagy az arcom, mert Meléniát megöltem, majd mindjárt most rendre tanít a videójáték, úgy nagyon gyorsan valószínűleg. Hát itt le is ülök. Micsoda jó kis részre érek ide. Ájjaj, itt már, itt fiatalok itt valamit tudnak. Na várjátok, az equipmentünket amúgy vissza kéne állítani. Itt mi is volt? Ez a tör, nem? Critical Restores IFP, yes. Azt hiszem. De menjünk erre. De várjál, itt világít a csarnok önmagától, akkor nem kell nekem világítani. Hát itt alapból világos van. Biztos valamilyen kemikália világít. Az arcom elolvadt, mikor elsőnek bementem. No, wait a second. Good luck. Csak ennyit mond. De már itt lefelé kéne menni. First of down. Hát még nyit le. Ott volt egy lukazat.
Jaj, From Software, azért erről le kéne szokni most már. Nyilván nem fognak. Várjál. Oda? Úgy? Úgy? Yes, és akkor oda. Úgy. Hello, szia! Hogyan? Itt képzelsz, mit csinálsz? Ekkora kis sunyi bunkó volt innen hátulról, hátulról akart megütni. Az ilyen nem szép. Az ilyen nagyon nem szép. Úgy. Ja, meg várjál. Jaj, kivettük a spelleket, hogy ne kopizza izé. Bakker. Ezt majd Grace-hez, ha érünk, akkor szóljatok már, hogy a spelleket tegyük vissza. Mert ugye kivettem, hogy a Mimic ne kopizza és használja fölöslegesen Meliniánál. Oh, hello. Most ez így pláne gond, mert nem tudok garázsolni. Áó. És azt a túloldalon lévőt, azt le kéne garázsolni, nem? Hát mekkora egy paraszt ez? Innen át tudok ugrani? Yes, sir. Ouch! Servus, viszlát, hello. Aha, na most lehet lefelé menni meg erre. Hát nézzünk el erre. Jó napot kívánok, hello, én vagyok a streamer, lehet jönni. Lehet jönni. Ellenfelemkeresem.hu. Úristen. Tényleg nagy a szám, mindjárt nagyon megkapom a játéktól, hogy nem kéne ennyire arcosnak lenni. Na mondjuk lehet, hogy nem fölfele kellene menni. Szia, hello. Vagy lehet, hogyha itt fölmászunk, akkor az ajtóhoz fogunk érni, ami ugye zárva volt? Az ott egy kavics. Hát mondtam. Na mászál, de drága Bélám. Úgy. Zuty. Zuty. És akkor... Az mi az, atya úristen ott szembe? Hát ez egy másik univerzum. Add ide a kavicsot, kösz. Hello! Nem ér! Állj, stop, szünet! Szünet, innom kell. Oké, okay, mehet. Érdekes egy kollega volt ez. Heroes Rune. Ok. Ez a Marvel univerzum volt. Megjelent, ide jöttek, érted? Következő mi lesz? Bejön a vasember, vagy mi? Reed Massage, materiál. Te vagy már egy materiál. Hol? Hol? Milyen materiál? Aha! Köszi az infót. Megvan, megvan. Csihagy, nyugodj, megtaláltam. Ajtó. Double D ajtó. Az... Kicsi ajtó. Aha. Shortcut is open. Yes, my friends. Uh-huh. Uh-huh. I have a bad feeling about this. Na akkor... Hello, szia, én vagyok az. Én leülnék. Én meg... Beküllöm. Még ne menj be. Jajjaj, ne menj. Csak kinyitottam az ajtót, nyugi. Azt mondtátok, hogy üljünk le. Mi van nálam? 52 ezer? De hát az nem pénz. Honnan jöttem amúgy? Onnan fentről? Jó, leülök, gyerekek, leülök. Akkor mindenki megnyugszik. Még én is. És akkor a spelleket is be tudjuk állítani vissza.
Azt mondja, már mindegy. Azt mondja, gyávák. Kösz. Csak a spellek miatt jöttem vissza, nyugi. Na, azt mondja, hogy Kristályovics, kell egy Banhammer, kell egy atombomba, egy gyorsító, kell a kardozási, a nyilazási, meg valamelyik vágási feri. Melyik? Ez a jobb vágási feri, vagy az a jobb vágási feri? Edulaz, Frozen, legyen most mondjuk a... vagy ilyen is van. Gravity Well, az nem. Azt talán nem. Meteorite, aha. Night Comet. Fire is a semi-invisible magic comet. Shard. FP cost. Figyelj, kipróbáljuk ezt. Level up, hát mondjuk itt 100 000 hiányzik még. Na! Így. A garázsló, varázsló, szamurájos híró visszatér. Oké. Okay. És akkor azt mondjátok, hogy itt ez valami lesz. Hát valami biztos? Én nem tudom, mi lesz odván. Mondjuk volt egy irány, amelyre még nem néztünk el. Az mennyire probléma? Fia, begyomom ezt. Úgy, és akkor beköszönünk, hogy jó napot... Ó, hogy rohadjon rád a mennyezet. Ismerem már a mocskos fajtádat. Jaj, állj szünet, nem elfelejtettem lehívni a haveromat, nézd. Ő az. Most bele fogok halni ebbe. Igen. Tudtam. Éreztem, hogy ő lesz. Éreztem, hogy valami ilyesmi lesz, hogy ilyen huncut dolog lesz. Azért vele megküzdöttünk, de most még egyszer megküzdünk. Nem probléma. Nem probléma. Bízzátok ide! Ez a... lény... Én nem tudtam azonosítani, azért gondolkoztam ennyi ideig. Ez a lény nem okoz nekünk most már problémát. Tehát, hogy most már felkészültünk őre. Rája. Figyelj. Figyelj. Tikkelünk rá egyet, érted? Oké, ezt elrontottam amúgy, de semmi baj. Ebbe benne maradtam egy picikét, elfelejtettem ezt. Semmi gond. Kicsit eltaknyoltam, de hát ez legjobbakkal is megesik. Ő meg teleportál, mert egy aljas csaló. Ami van. Igen, kettő, és volt egy harmadik is. Elfogyott a manja. Hát meg a heal is egy picit betápolom magam. Úgy. Rakás történik, konkrétan. Vigyázz, mert pukkan! Ottan. Vigyázz, mert pukkan! Stamina az, hogy nem volna hülyeség. Egy, két, három. Jó. Most elteleportál. Most van a hátulról rám markoló? Nem. Aha, most van a... spameld a dodge-ot támadás, jó? Ouch. Még benyomnék egy hírt, köszik el. De miért kell ekkora parasztnak lenni amúgy, hogy ütlegeled a jó népe? Lesz. Áú! Csíp! Vigyázz! Nagyon csíp! Most jön a farok támadás. Nincsen staminásos. A rohadt életbe tudtam, hogy el fog kapni. Pedig... ha ezt túlélem, akkor meghalt volna. Ugye? Jó, hát ez easy. Ez volt a bemelegítő kör. Eddig ennyi. Azt még csak át sem mentem keménybe. Gondoltam, ismerkedünk.
Jöjj közénk. Ez harap. Csíp. Csíp is, meg harap is. Konkrétan minden csinál, ami... Hát tiltott. Na, akkor újra vesszük. Ez benyom. Úgy. A tikk az jó volt. Köszönöm szépen, hogy megérkezhettem a videójáték fájtos területére. Jól esett ez a fogadtatás. Jó, semmi gond, semmi gond. Don't panic. Hát, hogy te mekkora egy paraszt vagy, haver. Vettik el? Ó, hogy az a rohadt élet. Amikor először találkoztunk ezzel, akkor is ez volt az egyetlen, amivel meg tudott tölni ezzel, vagy hát egy idő után nyilván, ezzel az elkapósos történettel. Melénia meglette? Igen, meg. Amúgy elbuktam 50 ezeret, ez... Kéne, hogy foglalkoztasson így, amúgy így valamennyire, szerintetek? Mármint, hogy így nyilván nem annyira kellemes, hogy buktuk, csak... Nem mindegy. Kis pénz, kis foci. Nem jót idé... Fucking hell. Jó, most a mimik jön. És dodge. Hoppá! És dodge. Fuck. És heal. És dodge. És támadás. Ezt szereted? Van még? Hát nem találtam el konkrétan. Ezzel se. Ezzel se. De miért? Mi? Gyere már ide! Gyere már ide, mert most már mérges leszek. Most már egy kicsikét, de mi, de midzsel. Csak a fejét meg, mert sántolja. Úgy, úgy. Rámarkolt. Most hol leledzik a kolléga? Ai, azt nem kellett volna itt így ennyire ott maradni. Igen, most jön a meteorit, eső. Zuty, 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 zuty. Jó. Egy kis mana. És... Docs, docs. Nagyon szép. Valami még él? Amúgy. Leszek. De nem ezt nyomom, videójáték, nyugi. Az, azaz. Adja neki! Nekem meg elfogyott a mocskos staminám egy pillanatra. Bakker. A
szemétség volt. Ta-ta-ta! Viszlát. Meghót. Meghót. Mennyit adta? Nem is rossz. Hát, ennyi. Köszi, köszi. 399. Na, a következő delikvens, akivel összetűzésbe kell kerülnünk, ez itt, ez mi ez ez? Ja, ez a returnációs. Nem, így menjünk vissza az elejére. G áthívta filmezni G-t. Ez jó. G Netflixen csillezik G-vel, vagy mi? De várja, mert lent van a izé, a grácse, úgyhogy vissza kéne lefelé menni. Ez szép volt, szép, ez jó kis fight volt így. Béla is bepörgött, nézzétek. Nincs vele bírás. Úgy. Puk. Bocsánat, csak nézem a térképet. Érdekes, Timi. Oké. Okay. Várjátok, mert nincsen annyi, hogy szintet lépjek, hogyha nem használok el mondjuk egy... Mennyi kell? 30, 120 ezeren van és 140 ezer. Hát egy ilyet azért megeszünk, nem? Ez mennyi? 10 ezer? 15? 12. Hát ebből akkor még egy kellene. Nem ez a gomb, hanem ez a gomb. Status quo. Jó, 1600 valamennyi kell. Az kijön ebből, figyelj. 2005 maradhat, jó lesz. Oké, és akkor Dexterit-re rakjuk. G Summon a Mimic, az jó, az az. Azt mondja level up. Dexterit-re adjuk, vagy enduranciálisra kéne lehet. Hogy legyen több staminánk. De hát csak a damage, ugye ezt is közismert információ. Jó. Melyik legyen szerintetek? Endurancialis vagy dexteriális? Én addig iszok. Ez a stream elélet, érted? Iszol. Mármint, hogy... Nem. Chat? Várjátok. Most. Halló, chat, text. Text. Hát, Timi megölte a figyelmet, tehát hogy Timi ellopta a figyelmet. Tehát a streamerrel nem foglalkozik senki, a happy finishről van szó, tehát innentől kezdve Timi vitte a bulit. Hát, na jó, tudod, még adok annyi, de csak a text. Na, köszönöm szépen a segítséget, meg a tippeket, akkor megy a dexre. Csak a damázs, így is van, 148-as szint, ennek örömére kifújom az orromat, várjál. Mindeközben kérdés a cseten, hogy tegnap a tunikba sikerült-e a boss fight? Nem, már Xbox-sal se rendelkezem, mert azt is kihajintottam annyira mérges. Nem, itt az Xbox, ne aggódj. De nem sikerült a boss fight, úgyhogy majd egyszer. Jó! Ha a térkép és azon lévő információ nem téved, akkor valahova ide kéne eljutnunk, mert ott van egy nemes valaki, akit meg kéne ölni.
ennyi hír, de hát ez közismert információ. Érted? Azt én mondtam már több ismerősnek is, hogy... Lehet, hogy amúgy ilyen duo streameket kéne csinálnom, hogy azért így a munkából fakadóan van néhány, hát dekoratívabb hölgy ismerősöm. Hát átjönnek, leülnek innen mellém, meghívom őket, érted, így izé a streambe, és akkor elképesztő mennyiségű szub és figyelem fogja a streamet övezni. Hello, szia! Hát miért kell engem összetaposni? De most így komolyan. Én értem, hogy csúnyán nézel ki, és nincs csajod, de hogy... Tehát az agressziókat nem szép dolog átvezetni másokra, jó? Tehát légy szíves, pusztulj ki, ennyit tudok mondani. Egy jó kis vérzést is ráraktunk, viszlát. Kiaítottad, megértem. Hova is? Ha nem várja, ebből több ilyen van. Én azt hittem, hogy ő egy ilyen magányos, egyed volt itt. Azt mondja, hogy most nevet el, de amúgy van, aki gyakorlatilag a csaját kirakadt nézőhúknak használja a háttérelemként. De én nagyon jól tudom. Szerintem irgalmatlan gáz. Szia! Nem baj, hogy felébresztelek, fia? Az van, hogy meg kéne, hogy dögölj. Semmi személyes... Hát most így arcon is szúrlak egy karddal, így jó a kávé helyett ezt tudom szolgálni. Ouch. Hát valaki itt van mögöttem, csókolom. De hát ezt nem csinálhatod, én vagyok az urad most már. Hát hogy merészeled, te simlis, undorító alattvaló? Hát nyald meg a talpam. Hát komolyan, én lettem a Lord of Frenzy. Ezek meg jönnek, az izéje a Frenzy, és hülyeséget rám nyomja. Undorító, undorító. Konkrétan nem tudja, hol a helye a csávó. Meg is hal. Remek ébresztő? Ja nem. Azért kitartást. Hát köszönöm, nem tudom, hogy mi lesz ezzel a tunikkal. Egyelőre. Most pihen egy picit, megint egy hetet legalább pihentetjük. Aztán majd megint elhiszem, hogy meg tudom csinálni, egy fél pillanatra. Mondjuk lehet, hogy tényleg nem segített, hogy tegnapi napra virradóan 3 óra alvás volt a szervezetbe. Úgyhogy ja.